Köszöntöm Schwarzy a polgármestert újonnan felavatott stúdiónkban. Ugye ez igazából az Ajka kampusznak a része, de nem véletlenül vagyunk itt, hiszen néhány nappal ezelőtt avatták föl a kampuszt. Ez egyetemű erkölcsi siker ugye Ajka szempontjából és a helyi szellemi élet fejlődési perspektíváit tekintve. De hadd kérdezzem meg, hogy hogyan tört meg a jég? Tehát tudom, jó pár évig próbálkoztak itt felsőoktatási intézményt létrehozni, és most úgy tűnik, hogy van rá reális esély. Mi volt az a fordulópont, amikor eldőlt, hogy na jó, akkor mégis a Pannon Egyetem? Hát ugye onnan indultunk a Pannon Egyetemtől, és, igen, és vissza is. Évekkel ezelőtt nagyon közel álltunk hozzá. Ahogy itt a köszöntőmben is elmondtam, hogy az akkori rektor Rédei Ákos volt egyébként, ő támogatta, de a dékánok nem. És akkor nem lett belőle semmi, akkor Győrhöz fordultunk, és ott is nagyon előre haladott tárgyalásokat folytattunk, még a gazdasági társaságokat is bevontuk. Hát ugye az Audi ott van például, igen, meg igen, igen, mondjuk de, a Pannon Egyetemen jó kapcsolatokat ápol. Igen, 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 de aztán azt véleményem szerint a politika akadályozta meg. Aztán utána, de már az elmúlt évben, tehát az már hozzánk elég közel van, a Miskolci Egyetemre avanzsáltunk, és ott is többször látogatást tettünk az egyetemen. Ők is jöttek hozzánk, és ez ígéretesnek tűnt, de a legfontosabbat nem tudtuk megoldani, hogy a gépészmérnök képzés az valósuljon meg. Ugye nekünk leginkább azokra van szükségünk, mert a gépészmérnök képzés a Miskolci Egyetemen az nagyon jól működött, nagyon nagy hagyományokkal rendelkezett, és hát a bányamérnökit, amit most anyag szaknak neveznek, azt szerették volna, de bányamérnökre már nincsen szükség. Meg a nagy távolság miatt ez úgy nehéznek is tűnt, és közben jött a Pannon Egyetem, hogy újra megnyíltak a lehetőségek. Szerintem ezzel az új formával, amit ugye sokan támadnak, sokan helyeselnek, ami itt a Pannon Egyetemen létrejött, nevezetesen itt az alapítványi forma, kerültek oda olyan személyek, akiknek befolyásuk volt a döntés. És szerintem ez segített nekünk ebben az ügyben. Meglátjuk, hogy mi lesz itt, milyen oktatás bontakozik ki, mert ugye egyesek hiányolják, hogy de hát a kampuszhoz kell egy folyamatos oktatásnak is jelen lenni, ez még most nincsen. De e felé tartunk, ugye ezt megerősíthetjük. Hát igen, tehát mindenki, amikor így egyetemi kampuszra gondol, akkor elsősorban a nappali képzést szeretné látni. Ugye a nappali nyüzsögnek képzés, a diákok igen, nyüzsögnek a diákok, különféle problémák képződnek abból, de ezek olyan jó problémák. Tehát ezekkel azért úgy jó együtt élni. Hát az még nincs. Hát én szerintem a jövő év szeptemberében, tehát nem ennek az évnek a szeptemberében, hanem a következő év szeptemberében, akkor már sok diákot fogunk itt látni, és a dékánasszony tájékoztatása szerint nappali képzés egyébként akkor sem lesz, csak lesznek olyan képzési formák, aminek itt helyben lesz az oktatási helye. Tehát a levelező képzés például különböző tanfolyamok. A nappaliból is elképzelhető, hogy előadások és konzultációk itt lesznek a helyszínen, ilyen értelemben megvalósul, de az, hogy egy teljes vertikum, azt arról le kell mondani. Persze, az is fontos, hogy a város dolgai jól alakuljanak. Ugorunk egy picit vissza az elmúlt évre, illetve a zárszámadásra, hogy ugye sokat emlegettük, hogy a központi elvonások hogyan sújtják a közepes méretű városokat. Hogyan vonná meg ennek a mérlegét mondjuk az elmúlt évet tekintve? Tehát iparüzési adó, gépjárműadó, a béleti díjak és egyebek emelési tilalma, tehát ezeket hogyan érte meg az önkormányzat? Tehát ha csak a város költségvetését nézzük, akkor egy ilyen jó egyenesen lefelé tartó vonalat lehetne húzni, majdnem olyan, mint ahogy a sörös hordót legurítják a rampán. Tehát ez úgy elég lehangoló, hiszen a korábbi költségvetési főösszegről ugye több mint 2 milliárdal csökkent a költségvetésünk, és hát nagyon nehéz ezt úgy szinten tartani, hogy a lakosság ebből keveset érezzen, vagy ne érezze, ezt nagyon nehéz megtenni. Hát mi egy másik formát igyekeztünk itt gazdagítani, amit úgy lehetne nevezni, hogy most már nem csak a költségvetés a különböző
műveletek, gazdasági folyamatoknak a forrása, hanem gazdasági társaságokat alakítottunk, és gazdasági társasági formában, vállalkozás jellegű tevékenység keretében oldunk meg sok mindent, és ezzel egy részét sikerül a dolgoknak. Erre mondják, hogy teher alatt nő a pálma. Hát lehet ezt is mondani, igen, de ugye ennek is vannak határai, meg azért ez egy olyan terület, amihez azért nem mindenki ért. Tehát, meg szívesen is tekintettek volna, gondolom, ez egy ilyen kényszer megoldás volt. Ez egy kényszer megoldás, és ott nagyon sok olyan eszköz kell alkalmazni, ami nem a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos, hanem mással. Tehát ez azért más embereket kíván, mint a korábbi időszak. Egy részét, ahogy mondom, sikerült itt teljesíteni, de azért messze vagyunk attól, ami a korábbi lehetőségeink voltak. Na de sikerült-e már ástartani, tehát ezt a meredek csökkenést vagy zuhanást megállítani erre az évre? Ezt nem sikerült. Milyen kilátások vannak? Hasonlóak. Tehát folytatódik ez a tendencia? Hát ugye most már elértük a föld színét, ha lehet ezt mondani. Feljebb nem lehet. De lehet lejjebb is menni, csak azt már pincének nevezik. Tehát tovább megyünk lefelé. Tehát én szerintem az egész országban az önkormányzatok gazdálkodása az a mélyponton van. Hát igen, sokan már siratják ezt a struktúrát, ugye, hogy annyi az elvonás, hogy egyszerűen kiüresedik az önkormányzati Igen, de a feladatokat meg ide passzolják. Tehát ugye jó volt látni, most idézőjelben mondom a jót, jó volt látni, hogy a vírus alatt ugye jó néhány feladatot az önkormányzatok nyakába vartak, mert se maszkról nem gondoskodtak, se a szűrésekről nem gondoskodtak, se az ellátás bizonyos formáiról nem történt gondoskodás, most például a szociális területre gondolok, hanem azt mind ott hagyták az önkormányzatoknál, és akkor ugye a lakosság meg joggal várja el, hogy valami történjen, de ugye a kormány az elegánsan kimentette magát ebből a dologból, hogy ő majd a gazdaságra koncentrál, a gazdaság beindításával, hát beindult a gazdaság, látszik, mert ugye 20% fölött van az infláció. Hát igen, és a nálam háztartási hiány is rekordokat dönt. Igen. Úgyhogy van ennek mondjuk olyan pozitív hozadéka, jót is mondjuk, de nem kötelező, hogy a nehézségek közepette összetartóbb lett a város. Tehát az intézményvezetők jobban összedolgoznak, figyelnek egymásra, megértőbb a lakosság, elfogadják a hiányt, ha olyan támad. Hát biztos van ilyen szerepe is. Én ezt nem vitatom, mint a home office-nak is vannak pozitív oldalai is, hogy más nem mondjak, de hát azért jobb ilyen szabadabb légkörben vírus nélkül dolgozni, az kétségtelen, meg hát a szabadság ugye az egy fontos érték. Dolog, tehát négy fal között más az ember érzete, mint ha kint sétál a parkba. Igen, most nem akarom, meg nem is tudnám önt megcáfolni, de azért hallok olyan beruházásokról, amik a nehézségek ellenére is megtörténnek, vagy folytatódnak a városban. Gondolok itt a sportcsarnok felújítására. Most egy BMX pálya építése folyik a Bolgárkertben, nem is akármilyen méretű munkálatokkal. Most hirtelen nem jut eszembe, de azért ilyen keretek között is van. Ja, és a étterem építkezés, ami ugye nem saját forrás, nyilván az külső forrásból, de hát azért látványos fejlődést jelent majd a városnak. Tehát vannak azért fejlesztéseink kétségtelen, hát ugye a legnagyobbakat nem is említette, például a két nagy térnek az átépítése is ebben az időszakban történt. Tehát, igen. Tehát a hotel előtti tér, illetve a városháza előtti térnek az átépítése, ugye azok nagy tételek voltak, ugye mindegyik meghaladta a 100 milliót. Tehát ezek nagy dolgok, de például mondjuk a lakóházba is említhetném, hogy a lakóházjavítási előirányzat ugye az évek óta a legkiemeltebb feladatunk, azt minden tűzön vizen keresztül azt támogatjuk ugye 50%-kal, és például most a sávház van soron. Ezt ugye, látjuk is, ha... Hát ugye a sávháznak a felújítása több mint 300 millió forintba kerül, és ennek a felét az önkormányzat viseli. Tehát és a lakosság előtt le a kalappal, az ott lakók nagyon készségesen azonnal fizettek. Sajnos nem tudom elmondani ugyanezt a vállalkozók egy részéről, akik nem hogy fizettek volna, még bennünket jelengetnek vele a különböző hatóságoknál. Úgy látszik, megszokták, hogy feljelentés nélkül nincs élet. Pedig, ha jól tudom, úgymond szívfeszó levelet is küldtek a vállalkozásoknak, hogy
igaz, hogy nem kötelező, de mégis hozzájárulhatnák a város költségvetéséhez, ha önkéntesen befizetik azt, amit egyébként elengedtek nekik. Hát igen, ez az iparűzési adóval iparűzési volt adó. Kapcsolatban, ez ugye nem a lakóházzal. Ez az iparűzési adóval, az ott nagyon jó tapasztalatokról tudunk beszámolni. Ugye ott a kis és közepes vállalkozásoknak az 1%-át vont el a kormány, és hát szinte minden vállalkozás vezetőjével, vagy az alpolgármesterek, vagy én beszéltünk személyesen, vagy telefonon. Itt több száz vállalkozásról van szó. Több százról van szó, és ott, hát mondom, le a kalappal, ahogy ezt támogatták, megértették, és változatlanul fizettek. Fél mondattal említettem már a gyors étterem építkezést, ami már folyamatban van, úgy láttam. Ez viszont egy régi szobor, a GEA szobor áthelyezésével is járt, ami most már, ha jól tudom, új helyén van a Városligetben. Ma délután pedig a minőségtanács egy újabb napirendben tárgyal majd a szobor áthelyezéseket. Mire számítsanak az ajkaiak, hogy mi ennek a célja, vagy mi lehet az eredménye? Tehát ugye a mi város működtetési, városfejlesztési elvünk az a nyíltságra épül. Tehát nem csak azt nevezem nyíltságnak, ahogy nyíltan egymás szemébe nézünk, hanem ennek a város életében is megvan így a kifejezése. Tehát nyíltnak azt nevezzük, amikor végignézek egy téren, és ott mindent látok. Tehát például, hogy egészen konkrét legyek, egy sövény sem gátolja azt, hogy az egész teret egyszerre lássam. Ugye ezt a nyíltságot próbáltuk alkalmazni, a Városliget, de hát a korábbi években egy sövény sor határolta le, ugye azt kivágtuk, és ezzel most nyíltá vált a Városliget, még egy részén van, de a jövőben azt is ki fogjuk vágni, amikor a GEA szobor már teljes pompájával tekint az ott sétálókra. Tehát ezt a nyíltságot, ezt fokozzuk, és ezt kívánjuk alkalmazni, és hát ennek keretében végezzük így a munkánkat is. Hát persze hozzám is eljutnak ilyen információk, hogy nyilván a lakosság egy része sajnálja a GEA szobor helyét, megszokta, hogy lehet azt mondani. Na de hát ebből áll az élet, az állandó változásból. Hát azért egy McDonald's-ot azt kár lett volna kihagyni, hiszen ez hozzátartozik a mai modern léthez. Hát én abban biztos vagyok, hogyha erről mondjuk egy népszavazást tartottunk volna, hát a fiatalok elsöprő többséggel nyerték volna ezt a népszavazást. Sajnos a járvány ott nem lehetett. Hát azt nem lehetett megtenni, tehát én abban teljesen biztos vagyok, hogy jó ügyet szolgálunk, és ez is beleillik abba a politikába, amit folytatunk. De a színekkel is ez a tervünk, hogy a korábbi hát szürke színű fáradt házakat színesekre cseréltük. De a szobrok, ugye, amiről ide keveredtünk, tehát a szobrokkal is, tehát a szobor végre megkapja azt, ami szerintem mindig is hiányzott, hogy ott néhány fa volt körülötte, de millió nem volt. Millió nem volt. Most valaki megkérdezi, hogy milyen milliót gondolok én. Hát a föld anyjának egy olyan millióban kell lenni, amikor nem csak a szobor jut eszembe, hanem a föld születésével és létezésével kapcsolatos sok minden. Hát az ott nem volt. Igen. Ugye parkoló volt egyébként mellette, közvetlenül. Tehát kap egy olyan milliót, ami mindig is hiányzott. A mai minőségtanácson is ugyanezt a nyíltságot és ugyanezt ezt a áttekintést és közvetlenséget szeretnénk sugallni, amikor is a városépítő szobrát, amelyiket ugye 87-ben adtak át, ugye én is ott voltam az átadáson, 87-ben elhelyezték a Kossuth utca és a Fő utca sarkán. Ugye akkor Tanácsköztársaság utcának hívták. De az el van dugva. Azok ismerik, csak véletlenül lehet észrevenni. Vagy ott laknak a közvetlen környékén, az nem tudja betölteni ezt a szerepét. Hát ugye tisztelet az akkori elődeinknek, mert akkor ott volt a város határa, és akkor az ott egy jó döntés volt. Tehát azóta új városrészeket hoztunk létre, mint például ugye a Tesco is környék, ami régebben nem is létezett, vagy korábban nem is létezett. Most a városépítőnek a szobra oda kívánkozik, ahol valóban a város kezdődik. Hát olyan értelemben kezdődik, hogy ott két városrész találkozik egymással. A jelenlegi városrész,
ugye a körforgalomig, és onnan indul Ajka Újváros, aminek ugye a tervei készen vannak, és várhatóan a jövő évben már ott valami történik is, az pedig a temető irányában nyílik majd meg, tehát az egy másik városrész. Tehát azt gondolom, hogy nagyon helyesen ez felvetődött, és most mind a két városrész, ez a városépítő szobor fogja jelképezni. Ugye a szobor alkotója egyébként nem él, meghalt már, de a felesége küldött egy olyan e-mailt, hogy ő nagyon egyetért ezzel a szellemiségének megfelel ez a szellemisége, és örül, hogy a férjének a szelleme az így fogja át a várost, hogy még most egy új környezetben, egy kibővített, nagy perspektívába helyezzük, és így a város szolgálja. Biztos, hogy a túlélését is jobban szolgálja a szobornak, igen, meg a figyelmet is. De hogy nehogy egy oldalú legyen a mi városfejlesztési politikánk, ugye a másik oldalt is jelképezzük. A másik oldal pedig a Gyár utca, a Petőfi Sándor utca és a Sport utca kereszteződésében lévő körforgalom, ahova a munkásnő kezében a Videoton rádióval. Igen, ez egy régi szobor, ugye? Ez egy régi szobor, ami a Videotonnak az udvarán volt, igen, csak annak idején nem állították fel. Hát ez a retro időszak, ahogy most neveznék a fiatalok. Hát a retro időszak megidézésére ezt nincs a szobrot jobb. Oda most elhelyezzük, ugye a Videotontól megkaptuk ezt ajándékba, és most júniusban, amikor 60. évfordulója lesz annak, hogy a Videoton Ajkán megkezdte a termelését. Pláne. Hát igen, így csinál az ember szükségből erényt, ugye, hogy a meglévő erőforrásait megfelelőképpen tudja felhasználni. Kicsit többet kell gondolkodni, de megéri. Igen. Ráadásul ugye ez azért minimális hozzájárulásokból, igen, kell, hogy működjön, nem kell kifizetni egy szoborét. Ez a szükség része a dolog. Igen. Hadd tegyek fel a végén egy szintetizáló kérdést, remélem, hogy sikerül. Most ugye az okos, illetve az Ajka kampuszon ülünk, ami valamikor okosháznak indult, és emellett ráépítést is tartalmazott volna, és a helyi fiatalság előtt talán más perspektívákat nyitott volna meg. Most egy kicsit a korszellemnek, idézőjelben mondom, megfelelően más ruhát öltött, más feladatokat lát el, de lesz-e vajon folytatása? Tehát okos lesz-e az Ajka kampusz? Hát az a célunk, hogy az legyen. Tehát nem csak az Ajka kampusz, hanem a város is. Most a csigaházat nem is említem. Hát igen. De, sajnos de, az de, úgy látszik, hogy... Azért, tehát egy ilyen műsor nem alkalmas arra, hogy erről részletesebben beszéljünk. Majd legközelebb. De nekünk azért az kötelességünk, hogy az itt élők hát életmódjával is foglalkozzunk. És még több embernek, fiatalnak, idősnek is célszerű lenne középiskolai végzettséget szerezni. Hát nem beszélve az egyetemi végzettségről. Tehát nem vagyunk megelégedve a jelenlegi helyzetünkkel, és nem csak a dolgozók általános iskolájába, középiskolájába, hanem az ennél följebbi szintekre is gondolunk, amikor azt hangsúlyozzuk, hogy valamennyiünknek tanulni kell, többet kell tudni, nyelveket kell tudni. Ma már nem elég az, ami 30 évvel ezelőtt volt. Ha jól tudom, én is angolul tanul, most én is, hogy személyeskedek. Igen, németül már úgy, ahogy, de most az angol van soron, és hát én azt gondolom, hogy ez szükséges, mert hát egy sporteseményt, ha megnézünk, ott annyi angol kifejezés van, aki ezzel nem foglalkozik. Nem győz szótárazni. Hát csak néz, és nem jut eszébe semmi. Úgyhogy ezzel inspirálni szeretném azért a mi közönségünket, a városlakóit, hogy szóval nekünk is többet kell tudni, és magunkkal is többet kell foglalkozni, olvasni is többet kell. Ugye számítógép, az információkat kezelni kell tudni. Ugye a pénzügyi technika az olyan, hogy aki a kártyával nem tud fizetni, hát az komoly bajba kerülhet. De más formákat, vagy egy e-mailt nem tud elküldeni, az annak nagyon megnehezülnek a létkörülményei, tehát ezzel foglalkoznunk kell, segíteni kell azoknak, akik ezt nem tudják még megtenni, és akkor nem csak okos házról beszélünk, hanem Ajka egy okos város, most is okos, csak nem akarunk elmaradni, hanem legyünk még okosabbak. Köszönöm szépen!